Annak a legfőbb oka, hogy mi nem fogadjuk el az evolúciós elméleteket, most különös tekintete a biológiai evolúcióra, de másra is, tulajdonképpen abban rejlik, hogy egyrészt nem fogadjuk el azt, hogy az alacsonyabbból magasabb rendű lesz, másfelől pedig az akaratlagosság és tudatosság nélküli emelkedés lehetőségét tagadjuk. Természetesen lesznek magasabb rendű dolgok, alacsonyabb rendűből is. De ez nem történhet sem szükségszerűen, és esetlegesen sem. Tehát nem lehet véletlen felemelkedés, és nem lehet szükségszerű felemelkedés sem. A felemelkedésnek, ascenziónak tulajdonképpen alapjában mivel tudatosnak kell lennie, tudatosnak, akaratlagosnak, és nagy mértékben szabadnak. És még van egy kritérium, a felülről lefelé ható módon kell ilyennek lennie. Tehát felülről lefelé ható módon, tudatosan, akaratlagosan, szabadon. Tehát nincs olyan, hogy mint egy fejleszteni lehetne az embert. Mert ez van belerejtve az evolúciós elméletben, egy fejlesztettség. Csinálnak az emberrel valamit, valamilyen megfoghatatlan módon, és ezáltal fejlő, mindig magasabbra jut, de ez nem jut. Szóval ezt mi a magunk részéről radikálisan tagadjuk. Nem tagadj például a beavatásban, a spirituális transformációkban is van alulról felfelé haló átalakulás. De ezekben nagyon is jelen van a felülről való aláhatás, alányúlás, mint egyrészt, másrészt a szükségszerűség és az esetlegesség kiiktatottsága, ismét tovább a tudatosság és akaratlagosság és szabadság nagymérő jelenléte. Ez a lényegéhez tartozik. Egy alulról egyszerűen felemelni valamit, tehát fejleszteni, az egy nagyon rossz értelemben vett szükségszerűség beiktatását jelenteni. És akit felemelnek, az nem emelkedne fel lénye szerint. Bizonyos vonásai, bizonyos jegyei olyanok lennének, mint hogyha magasabbra emelkedne, de valójában nem emelkedik magasabbra. Arra nézve, hogy a biológiában miért tűnik úgy, valami, hogy ott valami fejlettebb jönne létre, ennek egészen más jellegű okai vannak. Az élővilág ezen szemlélet szerint materializálódva jön létre. Tehát materializálódik. Nem. És a materializációknak a sorrendje az azt fejezi ki, hogy vannak élmények, amelyek később materializálódtak. Tehát visszatartják magukban a materializációs tendenciákat, és ezért látszólag egy téves alapon az a benyomás jön létre, hogy ilyen ásatag élő formáknak a maradványait veszük alapul, mint hogyha a később materializálódott, az előbb és alacsonyabb fokon materializálódottnak a produktuma. Tehát van, ami régebben materializálódott, az állatszerűbb például. Ami később materializálódott, az nem. De ez nem azt jelenti, hogy az állatszerű tőle származik a későbbi alak,
csak egy későbbi materializációnak az eredménye. Ezt általában nem veszik figyelembe, és teljesen téves következtetésekre jutnak. Például az egész darwinisztikus, persze nem csak Darwinról van, hanem Lamarckról és Darwinról és Haeckelről és Huxleyről. Tehát az ő elméleteik szerint végül is az ember állat. Egy az átlagos világtól bizonyos értelemben elkülönült állat. Ami szemléletünk szerint ez egész egyszerűen faktuálisan nem igaz. Az állatnak egyébként olyan alapvető különbségek, pszichikai különbségeket is mutattak bizonyos állatfajok, amiről jelentős és érdekes és értékes könyvek jelentek meg, még a nem a legmagasabb szellemi szempontok bevonásával is. Például Arnold Galennek van egy könyve, amelyben foglalkozik az állatokkal, állatok viselkedésével. És azokat a híres kísérleteket veszi alapul, amit más oldalról is megcsináltak. Kísérlet a következő. Elhelyeztek egy banánt a majom ketrece előtt. Nem tudja elérni. De vannak ott boben botok, de be tudja húzni, mi is húzza, elfogyasztja. Messzebbre teszik a banánt, és már ilyen egymásba lyukható rudak vannak. És ezt is megcsinálja egyszer, kétszer, háromszor. Na most jön, ami utána olyan messzire teszik, hogy semmiképpen nem tudja elérni, mert nincs olyan botvár, amivel elérhetné. És akkor megkísérel egy fűszállal behúzni azt, ami egyrészt olyan távolságban, másrészt a kemény botokkal való behúzás, ugye aránylag könnyű volt, de most megpróbálja egy bottal, bot helyett fűszállal. Na most ezt semmilyen ember nem csinálná meg, még a hülye se csinálná meg. Hogy amikor meg kiderül, hogy se így, se úgy, se amúgy nem, és akkor megpróbálni egy végképp lehetetlen megoldáshoz. Szóval ez, ami embernél például nem képzelhető el. Aki annál is hülyébb, az meg se próbál semmit, de tehát ez például egyik vonása emberi intelligenciának és az állati intelligenciának. Ezek egész más pályákon létrejött kvalitások, és nem az egyik a másikból jött létre. És ezzel kapcsolatban mondja a Galen, hogyha ennél a tízszer olyan intelligensebb csimpánzt produkálnának valamilyen úton, módon, az egy tízszer intelligensebb csimpánz lenne, és nem lenne ember. És ha annál is az még intelligensebb csimpánz, az ember akkor se lenne. Tehát tulajdonképpen ezen a vonalon az emberi létforma nem érhető el. Sőt, vannak olyan nézetek, hogy bizonyos értelemben nem durva materializációs értelemben, mert ilyen nézet is volt, hogy a sokkal inkább az állat származik az embertől. Nem durván materialisztikus módon ismétlen, mert volt ilyen is, hogy tulajdonképpen kimutatni, hogy teljesen fordított egy olasz származású francia szerző, Marconi nevű. Ő neki voltak ilyen, de nem igazán adekvát módon kidolgozott fejlődés elmélete. De principiálisan az embertől való származás sokkal inkább megállja a helyét, hogyha mélyebb értelmét próbáljuk feltárni. Sőt, az állati létformákat valamilyen kisiklásnak, valamilyen specializációnak
kellene felfogni. Volt egy Heinrich Steffens nevű szerző, tulajdonképpen norvég volt, de német nyelven írt. Goethe kicsit fiatalabb kortársa volt. Döbbenetes azok a meglátások, amiket él az állatokkal kapcsolatban. Például ez a mondása, hogy minden állat egy rögeszme. Ez nem érdektelen kijelentés. És az emberi létformának a kialakulása során voltak ilyen tévutak. Ilyen elágazások és tévutak. Ezeket a tévüleket valamilyen belső szenvedély hozza létre. Ezért mondja, hogy minden állat egy rögeszme. Különösen most a fajokról beszélve. Minden állat egy rögeszme. Nagyon érdekes, ha az ember veszi a fáradtságot, és ez nem is fáradtság. Sokkal inkább szórakoztató, de mélyebb értelem nyilvánul meg. Mondjuk ez az állatkertbe jár. És olyan, ez különösen demonstratív, jelenik meg a halakkal kapcsolatban. Ember nézi az akváriumot, képzelje el, ez nagyon érdekes, képzelje el, hogy ezek emberi arcok. De más állatokkal kapcsolatban, hogy ezek tulajdonképpen emberek. Vajon milyen szenvedélyek, milyen törekvések érnek ezekben a lényekben? Persze nem csak ez, de mindennel meg lehet csinálni. És egyáltalán nem haszontalan és felesleges időtöltés. A tradicionális doktrinákban lehet találkozni olyasmi, hogy tulajdonképpen egy állat az mi. Miből jön létre? Van benne egy emberi eredeti, ősi, időtelenül ember előtti és ember feletti elem. Van egy állati csoport szellem, és van a konkrét állatfajnak az egyedei. Na most ez a csoport szellem, ez lehet saját neologizmusomat fogom használni, lehet Therioteos és Daimonoteos, igen, Therioteos, Theriodaimon, tehát állatdémon és állatisten. Ez attól függ, hogy a lefelé vezető tendenciák vannak túlsúlyban, vagy a felfelé vezető. Tehát az állatistenek ilyen értelemben lehet kétféle totemizmus és egy felfelé mutató és magasabb rendű, és egy lefelé mutató alacsonyabb rendű totemizmus. Hogyha azt mondták valamikor, hogy valamelyik család vagy dinasztia valamelyik állattól származik, az megint mást jelent tradicionális nyelven. Ugyanaz az isteni akarat hozza létre azt a dinasztiát mondjuk, mint egy ezzel analóg akarat valamikor egy állatfajt hozott létre. Ez nem azt jelenti, hogy a Turul dinasztiának a ősei azok valamikor héják voltak. Szó sincs erről. Hanem valamilyen egész olyan tendencia jelenik meg, amit sokkal mélyebben kellene figyelembe venni. Főleg azért, hogy végül is teljes mértékben szakítani minden materialisztikus, minden biologisztikus és minden pszichológisztikus összefüggéstől. Tehát nem helyes az, amikor például a mitológiát úgy verifikálja valaki, hogy ez egy pszichológiai igazság legyen.
ennél sokkal több. Sokkal mélyebb, magasabb áthozók, és annak az elismerésének a jegyében kezd ezt tanulmányozni, hogy a tradíció, jól mondja Hanvas, hogy a tradíció a szellem idő feletti jelenléte. Én hozzátenném még ahhoz, hogy a szellem idő feletti jelenléte belevetülve az időbeliségbe. És hogy ez minőségileg összehasonlíthatatlan több annál, mint amit ennek tulajdonítani szoktak. Például akkor, hogy ezt egy pszichológiai valóságnak fogjuk fel. A pszichológiai valóság oldaláról való megközelítés, ahogyan ezt sokan, de egyfelől a René Guénon, másfelől Julius Evola kifejték, ez tulajdonképpen egy degradálás és alászállítás és ilyen értelemben torzítás és a torz képek jelenléte. Ez a Jung hívta fel a figyelmet az elmebetegek és bizonyos műalkotások közötti rokonságra. Ez valamilyen értelemben fennáll, a hasonlóságával szemben, nem a rokonság, nem az, hogy ez tulajdonképpen egy tendenciából jön létre, bizonyos jegyek között egészen messze menő hasonlóságok lehetnek, és tulajdonképpen érdekességek is. De az igazi szellemi jelenlét, ami például a tradicionális műalkotásokban megvan, és nincs meg, az ezekhez nagyon hasonló elmebetegek produktumai van, sőt tulajdonképpen az ellentéte, Guénon mondja, ezek torzképek. Pont a magas rendűnek a torzképei. Tehát a metafizikai tradíció, metafizikai tradíció, van létező produktumok, tanítások is, tanítások, produktumok, egyebek, műalkotások, ezek pontosan az ellentétei annak, ami a világban általában működik. És ebben semmiféle kóros vagy kórosra lényege szerint emlékeztető nincs. Külső jegyek esetén ezek lehetségesek a hasonlóságok. Extrém alkotások, ez is hasonlít az igazihoz. Egy más emberi tudatállapotból származnak, tudatossági állapotból. Ezek tudatos alkotások. Nem megfogalmazottan tudatos alkotások. Hanem a szellem közvetlen jelenlétéből származó tudatos alkotások. Tehát ez nagyon, nagyon lényeges és nagyon messze menő különbségeket kell megállapítanunk. A szellemi felemelkedés, tehát a beavatás révén történő szellemi felemelkedés, az nem származhat semmi olyasmiből, amiben akár csak töredékesen megvan a homály, a zavar, a megzavarodottság, a principiumok nem ismerete, a lényeglátásnak a hiánya. Tehát egyáltalán, ahol a téboly megjelenik, ott magas, spirituális, létrendi valóság
nem lehetséges. Különösség lehetséges. Olyan is lehet, ami érdekes, ami mellett nem lehet csak elmenni, és oda kell figyelni. De ezek mindig ilyesmik. Egyébként a más módon a népművészet is ilyen. Amiben vannak igazságelemek, figyelemre méltóság és sok minden. De például az élet ontológiai megemelésére nem ad haszna vehető tanácsokat a népművészet. És tele van különböző koszt szempontból is alsóbb néprétegeknek a reszontimonjával és egyebekkel. Nézzük meg a népmesék jelentős részét például. A legnagyobb hős az általában egy pásztornak a legkisebb fia. A nagyobb népzékekhez, de ott is az alacsonyabb szintén, a gyengébb, hogy mindig ez győz. Az öreg király az körülbelül hülyének van ábrázolva, de mindegyikben, ennek az hülye. Ha vannak gyermekei, akkor ott is a legkisebb. Tehát mondok, ezek között nagyon érdekes, jó pofa népmesei elemek, de ez majdnem mindig megvan. Tehát, hogy mi volt a szerint legkiválóbb, az valóban ez, hogy lecsúszott valaki lesz. Az eredendően lecsúszott, ez összemben felemelkedik. Ez ilyen az elsőkből lesznek az utolsók, utolsókból az elsők. Ebben természetesen jelen van egy keresztény gondolkozás is, jellegzetesen keresztény gondolkozás, ami például Evola szerint antitradicionális. Jénon nem fogalmaz ilyen élesen, de nálad se állnak ezek. Ott, ahol kellene minek, hogy álljanak. A kereszténységgel kapcsolatban még éppen jevolai gondolatot vegyünk elő. Evola elismeri, hogy a protestantizmus keresztény, az sokkal inkább az igazi kereszténységnek felel, mint a katolicizmus. A katolicizmusban ez kevésbé jelenik meg, de azt mondja, hogy ez az értéke. Tehát nem annyira keresztény a katolicizmus szerintem, mint a protestantizmus, ez az elsőrendű értéke a katolicizmusnak. És ami nagyon háttérbe szorult, az például szintén említett szerző, a Pantokrator Krisztus, hogy annak a kultusza mennyire háttérbe szorult, az szerint egy óriási eltévedés a kereszténységen belül. Tehát csak egy ilyen mélyen emocionális alászállítottság van benne. Ezt Nietzsche is észrevette, de nem itt az igazi szellemtől elég távol volt, ilyen furcsa nézeteket. Ő nem szerette ezt az érzelmes, szelíd
keresztény hangulatot, azaz a borzsák, mint pápák, az az, ami neki megfelel. Ez is egy, ez antitetikus a kereszténység általános felfogásával, de ez antitetikus az igazi tradicionális spiritualitás szempontjából is. Tehát a borzsákat, pápákat annyira favorizálni kevéssé lehet. Lényegében a mai témák nem előtérbe kerülő, de a jelenlevő témája a tudatosság. Nem a, amit ma általában racionális tudatosságnak nevezünk, mert az semmi. Az igazi tudatosság. Ez abban az értelemben, ami a legkülönfélébb etnikum körében, tradíció körében jelenik. A fény és az erő együttese. A fény és az erő. Mert ez tulajdonképpen valamilyen belső erőnek a megvétélet szintette. Tehát az emelkedni nem az emelkedik, aki nagyon jóságos, jó szívű, kedves, derék, hanem akivel egy belső erő van. Mint hogy más összefüggésben is beszéltem arról, hogy még az ilyen egyszerű csoda, a családokban való csodálatos gyógyulások sem ahhoz köthető, hogy milyen szívhez szólóan imádkozik valaki, hanem azzal függ össze, hogy mennyire biztos abban, hogy be fog következni. De Lourdes-ben ilyen helyeken is azok gyógyulnak meg, akiknek nincs kétségük azzal kapcsolatban, hogy ez bekövetkezik. Az 50-es években Skóciában élt egy bányász család, és ott a kisgyerfiú, az gyakorlatilag nem tudott mozogni, csak úgy vonszolta magát, pokrócokon, meg ilyesmi. És ott, azon a vidéken valamikor meghalt egy szerzetes életformában élő, de nem szerzetes, akinek ilyen csodálatos emberként ismerték minden, és a bányász azt mondta egyszer a feleséget, nézte a gyereket, ha nem tudom, X atya élne, biztos más lenne minden. És abban a pillanatban megindult a gyerek. Mert ezek a csodálatos gyógyulások egyik pillanatról a másikra történnek. Tehát nem lábadozni kezd, hanem abban a pillanatban. És ez nyilván azért lehetséges, mert azokban a pillanatokban a bányászban semmi kétség nem volt, hogy ez így lenne. Semmi kétség nem volt. És ezzel függenek össze, és nyilván lehetne meggyűjtegetni ilyen történeteket. Tehát aki biztos valamiben, ott lehetségesek ilyen különös áttörések, és azzal kapcsolatban. Mert Lourdes-ban egyébként, nagyon sok gyógyulás volt. A szó sincs, hogy akik oda mennek, azok nagyobb részt meggyógyulnak. Egy kis százalék gyógyul meg, de az relatíve még mindig sok. És csak azokat regisztrálják, akik előzőleg egy orvosi vizsgálaton mennek át, ők mondják, kérik,
és utána is állt megkegyelmésbe. Más nem jegyeznek fel. És ezek között bőven vannak olyan esetek, amelyek a gyógyulás ki van zárva. De hát itt ismét megemlítendő az, amit már beszéltünk, magának Evolának a halála. Evola megbénult, mert egy repesz darab fúródott a házgerincébe, rászakadtak emeletek, sőt, a második világháborúban, és ez nem gyógyulhatott volna fel, de mégis felgyógyult. De alsó teste, tehát derékből lefelé teljesen béna volt. És amikor már érezte halálának a napját, először ott kiültették, hogy néha római halmokat nézte a messzeségben, házvezetőnő kiment, és azt mondta, amikor bejött, akkor róla már halott volt. És azt megállapították viszont, hogy felállt. Tehát nem állhatott volna fel semmilyen körülmények között, és felállt, és állva halt meg. Ez azt jelenti, hogy benne volt egy olyan erő, amely a negatív körülményeket legyőzte. De azt is tudjuk, hogy neki már életében voltak olyan különleges dolgok, amikor még nem bénult meg, hanem másik jelentős szerzővel, Scaligeróval kirándultak, és egyszer termedett, fussunk egy kicsit. Kellemes utás. És Scaligeró írta le később, hogy egyszer csak azt vette észre, hogy ebből a házakat ugrik át. Szaladtak mind a kettő, egy ház átugrott. Megint egy ház átugrott. De ez Scaligeró életében is volt, hogy ilyen csodálatos események. Például, hogy egyetlen kiáltással egy nagy tengeri vihart van, teljes szélcsend jött létre, és ezek a szidik, tehát ilyen mágikus képességek, ezek nem nincsenek szoros vonatkozásban a szellemmel. Tehát lehet valaki szellemileg magasabb szinten, aki se életében nem egy szöget nem tud beverni egyfelől, és semmilyen csodálatos dolog nem történik. Bőven lehet ilyen. De mondjuk, ha néhány ilyen dolog ez megtörténik, azért az figyelemre méltó. Azért nem függ szorosan össze, mert ezek a csodák a létesülési örvénnyel kapcsolatos csodák. Tehát szanszárai csodák. És a szanszárai csodák pedig nem igazi csodák. Általában a mienséggel kapcsolatos csodák azok nagyon kevéssé tekinthetők a legmagasabb rendű csodákhoz tartozónak. Az egyáltalán nem metafizikai beállítottságú Wittgenstein is azt mondja, hogy egy létezőben nem az a csoda, hogy milyen, hanem az, hogy van. Na most ügyrendi dolgokat fog fejtegetni.
július és augusztus folyamán. Az előadások színhelye Villányi út 27, Szent Imre Gimnázium. Csak mellesleg mondom, hogy itt érettségiztő nincsen. Akkor József Attila nevet is eltart. Tehát Szent Imre Gimnázium, Villányi út 27, az ott fog kiderülni, valószínűleg az első emeleten lesz, vagy pontosan ő ezt majd megadjuk az út. Vagy a harmadik? Jó, ott is. Jó. Ezt ott mindenki meg fogja tudni, és útban lesz igazítva. És mindenki a lejárt-lejárható honlapot nézze, mert hogyha bármi változás van, akkor tényleg ki, tehát a tradíciókból hosszú időben következnek ezeket, de nem biztos. Úgyhogy a lejárt-lejárható fel lehet irakodni a hírlevélre is, mert akkor az én mindig is a hírlevélre is. Akár a Debreceni, akár a Budapesti, akár a Jó, ez én sem értek, Pápuából volt számomra mondom, hogy... Na most, az előadások napja hétfő lesz. Tehát már jövő héttől mindig hétfőn lesznek az előadások. És ne érkezz senki fél hét előtt, de célszerű lenne, hogy a hét után sem, hanem ebbe a fél órába sok minden belefér. Nem adunk ilyen könnyebbségeket. Hát köszönöm szépen. Egyébként még jelzem, hogy amikor visszatérünk ide, az szeptember 6-a lesz.